Papágota, a Semmelweis Egyetem doktorandusza kutatásában azzal foglalkozott, milyen előnyei és hiányosságai vannak a mesterséges intelligencia alapú pszichoterápiának az emberi terapeutához képest. A mostani kutatási eredmények azt mutatják, hogy sok helyzetben terápiás beavatkozásként az EMI használható, és vannak jó visszajelzések is, de azt gondoljuk, hogy itt olyan súlyos humán faktorok vannak, mint az empátia, az intuíció, és hogy egyelőre a mesterséges intelligencia ezzel szerencsére, vagy nem tudom, vagy kevésbé szerencsére ki hogyan áll ehhez hozzá, még nem rendelkezik. A hivatalos nyelv és írás használatról szóló törvénynek köszönhetően a nemzetiségi képviselők anyanyelvükön is felszólalhatnak a szerb parlamentben. Beretka Katinka, az Unión Egyetem docense kutatásában a többi között kitért a nyelvi jog gyakorlati megvalósulását szolgáló feltételek vizsgálatára is. Nagyon ritka az, hogy élnek ezzel a jogokkal a szerb parlamentben, azonban amikor erre sor került, annak volt, vagy volt egy provokatív jellege, tehát az albán nemzetiségi képviselők Koszovó-Szerbia viszonyával kapcsolatban szólaltak fel, illetve a Covid idején szintén megfigyelhettük, amikor inkább egy ilyen figyelemfelhívás jellege volt a felszólalásnak. A szakmai összejövetelt a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács szervezi azzal a céllal, hogy elősegítse a magyar nyelvű tudományos gondolkodás és kommunikáció fejlődését Vajdaságban. Fontos az, hogy legyen egy dialógus és egy áramkör, ami összefog bennünket, és ez a folyamatosság is nagyon fontos, hogy minden évben számíthatunk egy ilyen ernyő szervezetre, mint a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, amely összehoz bennünket, és itt idővel látni a változásokat is, és hát kialakul egy dialógus, ami mindannyiunknak szükséges. A tudós találkozón 51 kutatási munkát mutattak be 5 szekcióban. Humántudományok, művészetek, természet- és társadalomtudományok, valamint műszaki tudományok területen.